Sziasztok, köszöntelek benneteket a Blondi konyhájában. A mai napon egy saját találmányt fogok nektek bemutatni. Én nagyon kedvelem a kínai ételeket, és ezáltal szeretnék nektek megmutatni egy olyan receptet, amit rizstésztából fogok elkészíteni csirkével. Tartsál velem és nézd meg ezt a videót is. Ehhez az ételhez felhasználom a csirkemellnek a belső részét. Vettem egy kilogramm csirkemellfilét, és annak a megmaradt belső részét használtam fel, természetesen letisztítottam, apróra vágtam, és egy szójaszószos, tökmagolajos pácba hagytam egy éjszakát érlelni, apróra vágva. Tettem ehhez a páchoz nagyon kevés koriandert, fokhagymagranulátumot, sót, fekete borsot, illetve még egy kevés kakukkfüvet kevertem hozzá, és szépen hagytam egy éjszakát a hűtőben. Gyakorlatilag egy darab sárgarépát jó vékonyra felszeleteltem, lehet ezt még vékonyabbra is, természetesen mindenkinek ízlés kérdése, hogy hogyan szeretné elkészíteni, illetve használok hozzá egy nagyon kevéske zellert, szintén felszeleteltem vékonyra, egy kisebb lilahagymát szeleteltem fel, használok hozzá még két gereszt fokhagymát, illetve egy kevés gyömbért fogok majd belereszelni az ételbe. Ha kell, még akkor fogom sózni, egy teáskanálnyi barna cukrot használok hozzá, 100 g-nyi vékony rizstésztát, illetve a tökmagolaj, valamint a szójaszósz, az még fog kelleni nekünk. A rizstésztához felforraltam egy lábasba vizet, a vízbe tettem egy csipetnyi sót, és gyakorlatilag ki fogom főzni ezt a 100 g-nyi tésztát. Ez nagyon gyorsan megvan, 4-6 perc alatt elkészül. Nyilván, hogy ha már elkészült, akkor majd le fogom szűrni a vizet róla, és egyelőre félre fogom tenni. Amíg a rizstésztát kifőzzük, már lehet a serpenyőt hevíteni. Nem teszünk pluszba olajat alá, mivel hogy a csirke az eleve egy ilyen tök magolajos pácban volt, tehát elegendő, ami rajta van. A csirke mellett bedobjuk a serpenyőbe. Egyből mehet hozzá a szeletelt lilahagyma. Lepirítjuk a csirke mellett. Hozzá fogom adni a vágott zellert, a sárgarépát, mehet rá a fokhagyma. Ez zúzhatod is, nem fontos szeletelni, ahogy neked jobb. Ezt összekeverem. Szépen hagyom, hogy egy kicsit párolódjon. Kevés gyömbért fogok belereszelni. Igen intenzív íze van a gyömbérnek, ezért ebből azért nagyon sokat nem kell. Egy nagyon kevés tök magolajat még adok hozzá, ez kb. Egy teáskanálnyi. Ezt is összekeverem, sót is adok hozzá, és hagyjuk így legalább egy 5-6 percet főni. És amikor már pirulgat az étel, akkor rádobjuk a rizstésztánkat. Hozzá fogok önteni még szójaszószból egy erőkanálnyit, és összekeverjük. És amikor összekeverted a tésztát és a zöldséges húsit, akkor utána még egy kicsit le kell pirítani, és utána már lehet is tárasszerű kínálni. Ilyenkor érdemes megkóstolni, esetleg kell bele még só, vagy tennél még hozzá egy kis szójaszószt. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megnézted a videót, szép napot, sziasztok!